Édesapám, némi iróniával szoktam mondani, a Sopron-kőhidai börtönnek a munkatársa, de nem mint rab, hanem szállítási ügyeket intézett a gyárnak. Hát ugye nyilvánvaló beszélt az ő kis fiáról, hogy milyen, ez én voltam, és hát elmondta, hogy hát ez a gyerek teljesen állatbolond, állatszelidítőnek készültem akkor még. És akkor a rabok összeszedtek egy egerészőjvet, egy fészekből kiesett egerészőjvet, mert nagy vihar volt ott Köhiden, és azt odaadták édesapámnak, és az egerészőjvnek a vezértollai össze voltak kötve pamuttal, hát ne tudjon elmenni, meg lehessen gyógyítani. Hát én megkaptam az én kedves egerészőjvemet, és kérem, ott a Kuruzdom környéki összes csurisz kiirtottam, mert ez a dög csak mozgó, eledelt vett magához, tehát el kellett kapni. Zseppénzem ráment arra, hogy májat és tüdőt vegyek, azt meg madzagra kellett kötnöm, hogy húzogassam előtt, mert különben nem csapott le rá. Na szóval a lényeg az, hogy én 3 hétig küzdöttem az egerészőjben, mert és akkor már meguntam a banánt, és mondtam édesapámnak, hogy hát ha lenne esze ennek a madárnak, ez elmenne. Mert most meguntam. És azt mondta az édesapámnak, kisfiam, hát nézd meg egy kicsit jobban, hát meg vannak kötve a vezértollai, nem tud elrepülni. Szabadíts meg. És akkor az ölembe vettem, kitártam a tollakat, zsilettel, mint egy orvos, kipiszkáltam onnan, kiterjesztette a szárnyait, még megpuszíltam a fejét, annyira nem volt vak, fölengedtem, tett 3 kört, és elment a Szárhalmi erdő felé, és többet nem láttam. Kedveseim, ez a kép és ez a tapasztalat nekem a nevelésnek a foglalata. A bencés regula szerint a bencés nevelő olyan legyen, és ti is, akik alkalmasak az emberek megnyerésére, mert az értékek, amiből majd ő élni fog, azokat a teremtő abba a gyerekbe beleteremtette. És neked ahhoz kell segíteni, hogy a szárnyait kipiszkált, hogy majd a szárnyai, a saját szárnyain tudjon repülni, nem a tieden, mert akkor mind a Dédalosz és Ikarosz úrjának nyakukat szegít. Tehát nevelés az, hogy megnyerni szeretettel azt a gyereket. És a megnyerésben benne van az is, hogy megismerem, és a megismerésben kibábáskodni belőle azokat az értékeket, amiket a felnőtt a maga gyakorlott szemével lát.